Az édesapám az egy zseniális ember volt. Röviden annyit mondhatok, hogy hát a kárpátaljai képzőművészeti, a művelődési életében a kimagasló egyéniség volt az édesapám. Boksai Jóska bácsival, meg Erdély Béla bácsival együtt. Ők hárman voltak azok, akik a kárpátaljai képzőművészet és a művelődés terén voltak az alapozók. 40-es, 30-as, 40-es, 50-es években is résztvevője volt annak, hogy hát a képzőművészeti galériát, a néprajzi múzeumot, a közép szakiskolát, a képző iparművészeti szakiskolát, a színház, a filharmónia, a könyvkiadás alapítója volt. Igen, említenem kell, hogy az orosz nyelvet tökéletesen beszélte, mert orosz gimnáziumot végzett Munkácson annak idején. A művészete ismerté tette aztán majd 45 után is, mert 60-ban Kijevbe, aztán 61-ben Moszkvába personális kiállításokat rendeztek, és a kiállításokon belettek mutatva 45 előtt festett képei, és ezek a festett képek, azok mind német expresszionizmus lényegében, impresszió ritkán fordult elő nála, és azok a dolgok el voltak tiltva. Egy olyan húzást csinált, hogy hát a régi és az új, tehát 45 előtt az régi Kárpátalja, 45 után a virágzó, hát szocialista művészettel az új Kárpátalja. Jégtörőként hatott a dolog a történelemben. Mert a művészek egyszer csak hivatkozhattak, azok, akik a modernebb, mint a szocialista elképzeléseket akartak festeni, vagy alkotni bármilyen teren, akkor egyszer csak hivatkozhattak, hát a Manajlónak szabad volt, mert kiállították, és akkor nekünk, hát miért nem? Tehát óriási egyén volt, mind halálig, mindig újat, mindig valamit, monumentális művészetben, a kövekből, a színes üvegek, a mozaikok, mind a merez, hogy nagyon beteg volt. Az újai, a portréját, meg kell mutatnom, megfestettem az portréját, és ott vannak a kezei, az ujjai. Hát mindjárt hozom a portrét, aztán megmutatom. De Isten bizony, oda volt kötözve a csuklójához az ecsetnek a vége, és akkor így beszokta dugni az ecset végét, és akkor így festett, mert másképp nem tudott, az ujjai nem működtek, nem volt fogásra. Az élete végéig állandóan munkában grafikákat, monotípiákat, szóval sorozatgyártásban ezeket a dekoratív tököket, dísztököket, tököket. Tehát ezeket a dísztököket olyan szeretettel és annyi ezzel este rajzolt, mi is az holnap rákapcsolva arra a bizonyos méretű dísztökre. És akkor kiment, mert volt egy telke, egy direkt lugarszerű, tehát ne kelljen a földön hasonfekve rajzolgatni, hanem egy lugasa futtatta ezeket a tököket, és akkor mind szépen, ülve szépen, ezt a felhozolgatta. Már a kész skicről. Emlékszem, a nagyapámmal meg apukámmal voltunk szabadban festeni. Hát én is persze neki vágtam a hegyeket festegetni, és báránykák sehogy se akartak nekem összejönni a báránycsorda. Oda jött a nagyapám, és ahogy apukám mesélte, hozzákötött ecsettel a kézhez. Egy-két vonással, nézem, megvannak a báránykák. Nekem pedig sehogy se sikerült. Halála után minket gyerekeket felkértek arra, hogy hát mi a véleményünk arról, hogyha a házat a családi házat odaajándékozzuk az államnak abból a célból, hogy hát múzeum legyen. Sőt, az állam. Hát de legyőződ.
élő világot, szeretem az embereket, a rázadását, a portalikat, szeretem az asszociatív, szeretem a... Hát néha hangulatokat szeretek magamban. Most már kedvem van egy valami feketére, valami olyan, hát akkor olyat csinálok. Na de szeretem a megrendeléseket is festeni, igen. Azt kell kedvelem kifejezetten, mert hát azok hoznak a házhoz valamit. Pécsi alkalommal volt egy koncert szervezve, egy est elvégre, és ottan a József Tadler, német állampolgár, de munkácson született ruszin zeneszerző, a pianinon lejátszotta a saját művét, és megrázott, elkapott. A favágók voltak a címe a darabnak, és egy olyan expresszív, egy olyan emocionális hangulatot teremtett, benne volt az igaz az a mityurkázás is, hogy most beültettem azt a fácskát, aztán kinő az a fácska, aztán levágom. Hát ez benne volt. Egyszer csak gondoltam, hát miért nem lehet akkor a zenét megfesteni, a hangulatokat, az asszociációkat, hát színekbe, hát ritmusokba átadni, kompozíciókba. Nagyon kedvelem a Bachot, tehát akkor a Bachnak a hangvételét az szinte érzem. És akkor abból is festettem egyet. Az még nincs kész, nincs befejezve, de a kiállításra ki fogom állítani. Nem sok. Ami már pusztulásba megy, ez a fa templomok sorsa, hogy mi lesz belőlük már. E körül mindig ott volt a lelkem közelében ez a téma, hogy hát megőrizni valamiképpen azt, ami a múltunk, hát ez kötelességünk, és a művészeknek mindenek előtt. Én is készítettem egy grafikai sorozatot a ruszin fa templomokról. Itt egy kalendáriumban mutatottam. Igen. Szörnyű állapotban vannak, de szerintem egy jelentős része a ruszin kultúrának ezek a fa templomok. Ezek nagyobb grafikák, nagyon szép a kiállításom, ami volt kiállítva a sorozatban. Amikor tanultam, a főtanárom végül is apám volt a képzőművészeti szakközépiskolában. Hát akkor persze, hogy volt kritika, de így művészi, vagy ilyen érzelmi terén nem. Csak támogatás mindig. Hát ahogy most az én gyerekeim csak támogatást kapnak az apámtól. Sőt, nagyon jó irányú támogatás, mert nem zárja őket keretekben, hanem szabaddá teszi, adja nekik lehetőséget szabadon kinyilvánítani az érzelmeket. Kézzel, lábbal, akárhogy festenek. Hát az én ötletem volt, hogy most aláírni, hát nem tudta 2 éves korukban írni, hát a tenyerüket oda nyomták, ugye, daktiloszkópia szerint. Vagyis hát új lenyomat szerűen, ugye, hogy ez legyen a hitelesítve a képed. Most már a Teóka, meg a iskolás, most az elsős, aztán a Gregi már másodikos, most már szépen, ahogy Greg van a Teó, hogy Teó, most már alá van írva. Sőt, a Manajró is már oda került, tehát ők már érzik, hogy hát valahol a lelkük mélyén, a testük, az ujjuk végében ott van, hogy hát talán, de talán, hát mi is eljöttünk.